Na, kötet kiadója, a General Press. Bezsenyi Tamás történész, kriminológus, a Kádár korszak nagy ismerője, a Tango és Cash podcast egyik frontembere, másik beszélgetőtársunk. Sziasztok, szép estét nektek! Szia! Egy picit, Doli, és sziasztok! Doli, ha megengeded, egy három mondatot, csak egy ilyen rövid életrajzot, ha hogy el tudjanak helyezni téged oly sokféleképpen a nézők. A Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumból jártál irodalom dráma tagozatra, aztán a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészkarán diplomáztál. Évtizedekig a médiában tevékenykedtél, többek között a Friderikus Show szerkesztője is voltál. Hobbit a legendás Cipőfűző zenekarban Bódi László cipőszerzőtársa voltál. Jelenleg középiskolai tanár és író. Ez a két dolog, ami jelenleg kitölti a napjaidat. Első regényed egy retro krimi, a Véres Balaton, ezt mutatjuk be ma. A könyvben 2021 szerepel, mint megjelenési dátum, de azért ez a könyv valójában sokkal korábban íródott. Milyen utat járt be ez a történet? Mire nyomtatott könyv formájában kézbe vehetjük? Erről mesélj egy kicsit. Én 2018-ban írtam meg ezt a regényt. Nagyon régóta dédelgettem. Már mint hogy 13 éves voltam, és éppen Zánkán a balatoni úttörővárosban nyaraltam, egy ilyen jutalomnyaralás, és akkor jutott eszembe az, hogy valamilyen zánkai krimit kellene írni. Aztán 13 évesen rögtön utána nyáron neki is láttam, hát két fejezetig el is jutottam, ugye a gyerekek kb. Ennyire kitartóak, és aztán abba hagytam az egészet. És hát aztán előkerült egyetemista koromba is az ötlet, de akkor meg már a szakdolgozatomban dolgoztam, úgyhogy megint csak nem fejeztem be, és aztán a média 25 éve mellett meg ezt tudott, hogy nem nagyon van az embernek ideje, vagy legalábbis nekem nem nagyon alakult úgy, hogy írhassak. És akkor 2018-ban úgy alakult az életem, hogy hát végül is elkezdtem tanítani az eredeti szakmám szerint, és akkor végre maradt időm arra, hogy elkezdjem. Úgyhogy 2018-ban született, abszolút a saját szórakoztatásomra. Tehát én arra gondoltam, hogy írok egy krimit, és eközben én rendkívül jól érzem majd magam, és ez így is volt, mert hihetetlen élmény volt. Időnként felnevettem hangosan, és akkor a feleségem megkérdezte, mint nevetsz, mondta, hogy az egyik szereplőm éppen valami annyira jó pofát mondott, és ennek én úgy örülök. És úgy voltam vele, hogy ha olyan lesz, hogy úgy érzem, meg talán azok, akiknek adok a véleményemre magam körül, úgy érzik, hogy ez egy ilyen vállalható dolog, esetleg kiadásra is alkalmas, akkor el fogom küldeni kiadóknak. De mondom, alapvetően ez inkább a saját szórakoztatásomról szólt. De hát igen, aztán úgy valamelyest azért én is meg tudtam ítélni magamról, és bár nehéz kívülről látni magad, hogy ez a könyv talán több lett annál, mint hogy egy asztalfiúkban maradjon, és ezért így elküldtem különféle kiadóknak, és nem nagyon válaszoltak. Egy-két helyről finoman elutasítottak, volt, ahonnan bíztattak, de mondták, hogy ők mit tudom én, csak külföldi dolgokat adnak ki magyarokat, és aztán hát végül egymásra találtunk a General Press kiadóval, amiből aztán megszületett a regény, aminek én nagyon örülök. És akkor korábban mást nem is írtál? Tehát ez az első ilyen jellegű produktumod, és ha igen, akkor miért pont a krimi volt az, ami... Mindig krimit akartam írni. Tehát én már, mit tudom, én gimnazista koromban is sokszor eszembe jutott, hogy én majd író leszek, vagy írni fogok. Talán egy rövid időre volt olyan az emberben, hogy na majd valami nagy, tudom én, posztmodern regényt megírok meg. De aztán valahogy nem, én nem is szégyellem ezt a részét, hogy nyilván ez egy szórakoztató irodalom, de valahogy én mindig a krimire vágytam. A kriminek a bűvöletében is éltem egyébként olvasóként, ami nem azt jelenti, hogy ne olvastam volna. Hát egyébként magyar szakos egyetemista voltam, tehát ne olvastam volna szép irodalmat, vagy nívós irodalmat, rengeteg könyvet olvastam, talán a Goncsarov Oblomovja volt, mondjuk, ami a legnagyobb hatással volt rám az életemben. Akkor mondjuk úgy elgondolkodtam, hogy nem is kéne az embereknek már könyvet írni, mert valószínűleg ez túl szárnyalhatatlan, de hát a krimi az egy másik műfaj, és egyébként meg igen, hát Agatha Christie meg George Simenon nőttem föl, úgyhogy ez valahogy evidens volt, hogy ha könyvet írok, akkor egy krimit fogok írni. Tamás, te, mint aki azért elég aktívan a kriminológiával kapcsolatban beleástad magad egy csomó történetben, mit gondolsz erről a könyvről, erről a történetről? Én nagyon örülök neki, mert... Egyrészt a téma okán is, másrészt pedig a magának a korszaknak a megidézése az számomra személyes okokból is nagyon fontos, vagy nagyon tetszetős.
ahogy még korábban beszéltünk is erről a Zolival, ebben az embernek ott van az a hangulata, ott van az az érzés, amit mi a Tangó és Cashben is néha szeretünk visszahozni, ami az ötvös csöppi filmek világa hangulata. Igen. Ez szerintem egyrészt a könyvben nagyon szépen visszaköszön, illetve hát az ilyen hozzám hasonló geek, vagy nem is tudom, bogaras emberek számára pedig ugye egy csomó olyan történeti adalékkal szolgál, amitől nem csak hangulatfestő elemekkel gazdagodik, azt gondolom a könyv, hanem egy ilyen kedves, és ugyanakkor mégis pontos részletekkel be akar mélyülni ebbe az egész bűnügyi világba is. Tehát nem csak a kornak a sárgaiba, hanem abba is, hogy egyáltalán hogyan is nézhetett ki az a szocialista igazságszolgáltatás, Nogdacu persze a rendőrség, ami egyébként pont ekkor professzionalizálódik, illetve intézményesül, akár főiskolai képzés formájában is. 1979-ben játszódik a történet, részben ezért választottad ezt az időszakot, vagy mi volt a gondolatisága mögött, hogy ennyire visszamegy az időben? Nem, ezzel lehet, hogy csalódást okozok egyébként azoknak, akik a nosztalgiát keresik, és egyébként meg megkapják ebben a regényben, és ez jól is van, így most már nagyon tetszik nekem ez a dolog, tehát nem bánom, hogy így alakult, de az alap elképzelésem az nem ez volt. Tehát én nem egy, mit tudom, 70-es évek, vége 80-as évek elején játszódó balatoni nosztalgikus történetet akartam írni. Én egy olyan krimit akartam írni, amelyben a nyomozóknak még nem áll a rendelkezésükre az a fajta modern technika, ami a maiaknak, tehát a mobiltelefonos nyomkövetés, a DNS vizsgálat, a térfigyelő kamerák, a bankkártya használatnak a lenyomozása, hogy hol, mikor vettünk ki pénzt, mikor fizettünk vele, merre jártunk, vagy ha nem mi, akkor valaki, aki használta, vagy ugyanígy a közösségi oldalak, vagy az e-mailjeinknek a feltörése, és mondjuk belenézés, még akár a Darkneten is, ugye a rendőrségi specialisták számára. Tehát, hogy azt szeretem mondani, hogy ilyen lehetőségek nincsenek. Hát az időben még mobiltelefon sem volt, sőt, még vonalas telefon is csak a kiváltságosoknak jutott. Én emlékszem, hogy megigényeltük a vonalas telefon, mert a szüleim is valami 6 év után jött meg egyáltalán. Na és hát ehhez viszont vissza kellett mennem néhány évtizedet az időben, ez nyilvánvaló volt. És hogy akkor jutott eszembe ez a kisgyermekkori vágyam, hogy ha már visszamegyünk az időbe, mondtam magamnak, akkor miért ne a 79-80 fordulójára, és miért ne Zánkára, mert én nem csak úttörő voltam ott, hanem a szüleimmel az Erdélt Vállalat üdülőjében, ők az Erdélt Vállalatnál dolgoztak, minden évben ott nyaraltam Zánkán, és ezt az Erdélt üdülőt egyetlen egy kerítés választott el az úttörővárostól. Én mindig ilyen irigykedve átnéztem a piros nyakendős pajtásokra, és annyira vágytam oda, és szerettem volna egyszer ott nyaralni a túloldalon, és hát ez végül sikerült, mint a Kazinci szép kiejtési verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei győztesének. És ez nekem azért volt érdekes, mert hogy ma már ez természetes, hogy mit tudom én, ázsiaiakat, feketéket látunk az utcán, de hát ez nem volt. Tehát hogy az, hogy ott egy kubai pajtás, egy feketebőrű kubai pajtás, vagy egy ázsiai, egy vietnámi gyerekkel találkozhatsz, ez valami hihetetlen élmény volt, és közel hozta, vagy kinyitotta nekünk a világot. Szóval igazából ezért mentem vissza ebbe az időszakba, és nagyon érdekes, hogy a Facebookon, amikor közzétettem, hogy megjelent a regény, akkor Rácz Tibi barátom, aki velem egy idős, és a szülei szintén az Erdélynél dolgozott, és együtt nyaraltunk szinte minden nyáron Zánkán. Most rám írt, hogy Zoli, emlékszem, amikor akkoriban meséltél arról, hogy te majd írni akarsz egy baratoni krimit. Ez csak arra jó bizonyíték, hogy ezt nem kitaláltam, vagy nem álmodtam, mert én magam sem tudtam biztosan, hogy ez tényleg így volt, egy sem most a Tibi abban megerősített, hogy igen, én már akkor beszéltem erről. Hát ma nagyon felkapott a Balaton, de ha így visszagondolunk mondjuk, nem tudom, pontosan egy olyan 20-25 évvel, akkor nagyon nem volt az az emlékeim szerint. 79-ben mit jelképezett a Balaton és az ott üdülés? Mindig kult volt. Szerintem mindig az volt. Én szerintem a magyar embereknek a kollektív tudatalattiában ez ilyen ekkora nagy betűkkel ott van. Tehát ezt komolyan mondom. Szerintem a Balaton az, hát igen, az a mi tengerünk is minden egyéb, meg ahol egy kicsit a nyugati világ úgy megjelenhetett. Ugye néztem a németeket, ahogy Ford Sierra-val érkeznek, és ugye, amikor én ezt megtudtam, hogy ezek az emberek nem ám ilyen milliómosok, ők ilyen normális szakmunkások. Tehát van egy ragyogó esztergályos, vagy marós,
És ő megengedheti magának azt, hogy vesz egy ilyen autót, és eljön a Balatonra, és itt úgy él, mint a király, mint a császár, szólja a márkát két kézzel, és a cigánya fülébe húzza, és a legjobb tihanyi étteremben ott ülhet, és akkor úgy éreztük, hogy úristen, ez tényleg egy egészen más világ, de hát egy kicsit kinyitotta a világot a számunkra, szerintem a Balaton az akkor is, én akárhogy gondolkodom ezen, a lángos sütőktől kezdve az akármíg, szerintem a 70-es években is rendkívül menő dolog volt. Én legalábbis így emlékszem erre. És Tamás, mit jelentett, mit jelképezett abban az időben egy gyilkosság Magyarországon? Hát természetesen azért már ez akkor is egy jelentős ügynek, ügytípusnak számított. Alapvetően a szerencsésebb esetben vagyunk mi, legalábbis ebben a vonatkozásban a többi országhoz képest, mert alacsonyak általában éves szinten az emberöléseink száma, ez olyan 120-140 körül van már jó ideje, hosszú évtizedek óta, tehát ilyen értelemben kevés ügy volt éves szinten, mondhatjuk azt, hogy mondjuk minden harmadik napra jutott egy befejezett emberölés, ezeknek az ügyeknek pedig a jelentős része az olyan indulati bűncselekmény volt, illetve olyan könnyen felfejthető családi vita, vagy együttélési vitából keveredő és kialakuló agresszió, amiben nem nagyon kellett nyomozni. Tehát azt lehet mondani, hogy az úgynevezett háztartási ölések fejnehéz az emberöléseinknek a jelentős része. A háztartási ölés az meg ezt is jelenti, hogy általában még az elkövető Hodges-szel a helyszínen, amikor megjelennek a jagellók a kék lámpával. És az, amit meg a Zoli írt, az meg ugye annak a szűk mesdjének a kérdése és a dilemmája, ami éves szinten azért előfordult, hogy egy pár eset viszont volt, aminél a megfejtés közel sem volt könnyen megadható. És ilyen értelemben ezeknek az ügyeknek a 70-es évekre már nagyobb média publicitása is volt. Részben azért, mert eddigre már azok a egykori rendőrnyomozók, akik nyugdíjazták magukat, vagy nyugdíjazták őket, mert ugye a rendszer bármit tud, és hogy mondani szokták, bármit képes elérni. Minden esetre ezek az egykori nyomozók, mint a Fóti Andor, mint a Mák Bertalan, illetve még az Ádám Zsigmondot lehet ide sorolni, egyrészt megteremtették a bűnügyi memoárnak a jelentőségét, fogalmát, ugye ez azért is érdekes, mert ahogy itt a Zoli mondja, hogy ugye ezek egyszerű szakmunkások voltak, mint a németek, na itt ugyanez az érdekes, hogy a bűnügyi memoár irodalom is először a szakmunkásokkal, a melós tudatú zsarukkal indul meg, de ekkorra már ebben a kérdéses évben, ugye 79-ben, már az Idegenforgalom és Propaganda kiadó vállalat már egy sorozatot is indított, hogy gyilkosság és akkor mindig volt az adott évnek megfelelően egy valamilyen befejező része, ezek mindig ilyen sárga, fantasztikus, olyan volt, mintha az Albatrosz könyvsorozattal lehetne összetéveszteni a felületes szemlélőnek, és ilyen szempontból a Baróti, a Kristóf Attila, illetve nyilván a Szabó László is, meg a Pintér István, ezek olyan bűnügyi újságírók voltak, akik napilapoknál pedig akár végigkövettek hosszan egy-egy ilyen ügyet, tehát ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy a korszak embere az nyomon is tudta követni ezeket a nagyobb jelentőségű ügyeket, de hát itt majd úgy is beszélünk a Sósnál, meg ez fokozottan igaz. Így van, így van. Jó, hát ha ezt már felemlegeted, ez egy fiktív történet, több szálon fut, egyrészt nem csak a Balatonon, hanem Budapesten, sőt Párizsban is játszódik, de van benne egy valós megtörtént szál, ami tényleg 1979-ben történt, ez a sósgyilkosságok. Egy picit idézzük fel, hogy ott mi történt, aki már erre nem emlékszik, Zoli. Igen, azt kell tudni, hogy valóban ugye két szál van a regényben, az egyik eltűnik egy francia kislánya az úttörőtáborban, mert hogy nemzetközi gyermekév van 79-ben, és ezért nem csak a testvéri szocialista országokból, hanem nyugati országokból is, ahol erősek a kommunista pártok. Tehát így például Olaszország, Spanyolország, Franciaország érkeznek
diákok az ánkai úttörővárosba, és ugye eltűnik nyomavész egy francia kislánynak, aki ráadásul a francia kommunista párt párizsi titkárának, fővárosi titkárának az egyetlen szem gyermeke. A másik pedig, hogy néhány napra rá ugye holtan találják az egyik kísérőjüket, aki elkísérő őket egy tihanyi hajókirándulásra, vagy főiskolás lány. És egyáltalán az a kérdés, hogy van-e összefüggés a két bűntény között, meglátott-e valamit, tudott-e valamit, amit nem lett volna szabad tudnia. És van valóban egy harmadik bűntény, ami csak olyan jelzésszerűen jelenik meg a háttérben, ez viszont egy valóságos történet, tényleg abban az évben, de nem egyszerűen az év, hanem ugye itt napokat látunk ebben a történetben, hogy mitten július 16-a van, és pontosan napra megfelelően próbáltam meg a tényleg dokumentarista módon a Sós Lajos félegyilkosság sorozata, vagy eseményeit, azokat itt megjeleníteni. Itt ugye azt kell tudni, hogy Sós Lajos 4 gyilkosságot is elkövetett, de amiről itt szó van, az, hogy az Osztyapenkó szobornál Hunyadi főtörzsőrmestert meggyilkolják, elássák a tetemét egy kukoricásban, és elveszik a szolgálati pisztolyát, amivel egyébként ugye azt valószínűsítették, hogy valamilyen bankrablást vagy rablást szerettek volna végrehajtani, de erre nem került sor. Tehát ez volt a Sós Lajos féle rendőrgyilkosság. A Sós Lajos egy abszolút szociopata volt, kevés ilyen volt egyébként a magyar kriminalisztika történetében. Én úgy tudom, úgyhogy az én gyerekkoromban írtózatosan nagy port vert fel, a Kékfilm minden alkalommal, és Szabó László minden alkalommal foglalkozott vele. Tehát ez volt tulajdonképpen a Sós Lajos féle gyilkosság, és hát az az érdekes, hogy egyszer az egyik szereplő a regényben, a Bogdán hadnagy nyomozás közben Vecsésen találkozik kis Sós Lajossal egy ABC-ben, és meglöki, meg nem tudom, rá is szó, hogy nem tud vigyázni magára, vagy nem néz a lába elé, és ilyen bocsánatkérően az egyik hölgy, az egyik eladó mondja a Bogdán hadnagynak, hogy ja, hát ő Sós Lajos, hát elég nehéz ember, de, és most még ma jó napja van, de még azon se csodálkoznék, hogyha egyszer megölne valakit. Ez így van. De Tomás szerintem több adalékot tud ehhez a Sós Lajos történethez, de hát végül is a lényeg az, hogy akkor a legnagyobb port felvert, vagy talán abban az évtizedben a legnagyobb port felvert gyilkosság volt ez. Tomás? Valóban, tehát ezt egyértelműen egy különös kegyetlenségéről hírhetté vált személyiségről van szó. Ő egyébként egy alacsony társadalmi státuszú családból jön, eleve fölköltözik a család Tiszaőrsről, még amikor ő gyerek. Egy pár évet elvégez egyébként a Hernád utcai általános iskolába, ahova hát olyan érdekes figurák is kerültek pont utána, a Sós után, mint a Tasnádi Péter, vagy egyébként a tangó pályáján az ellenoldalon, meg Kovács Lajos rendőrnyomozó. De nagyon gyorsan kimarad amúgy az iskolából, és ott a Hernád utcából egy picit elténfereg, és nagyjából az Erzsébetváros környékén, a piacok környékén próbál zseblopásokból forinthoz jutni, és későbbiekben pedig folyamatosan maga alá gyűr mindig éppen egy aktuális embert, aki tud befolyásolni, mozgatni. Egy klasszikusan cezaromán alkat, aki alapvetően nem dolgozik, hanem dolgoztat. Tehát végülis ilyen szempontból a protokapitalista eszméket azért magáivá tudta tenni, és ilyen szempontból lehet azt is nézni, hogy a Gyulai Károlynak, ugye főtörzsőrmesternek a megölése ott 79. július 9-ről 10-re, az nem is az első ilyen ugye volt, mert ő már korábban, 68-ban már fegyverszerzés céljából megölnek csak akkor egy pénzügyőrt. Egy pénzügyőrt. Igen, de ami talán érdekes az az, hogy mind a két esetben az látszik, hogy utána nem tudják használni a fegyvert. Tehát én inkább azt emelném ki ebben a karakterben, hogy egy brutális, rendkívül kegyetlen személy, aki alapvetően eszközjellegű bűncselekményként tekint a saját rendőrgyilkosságaira, ugyanakkor viszont azt, amiért ezeket végrehajtja, azokból soha nem tud eredményt kicsipolni, és ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy nem a legtechnikásabb, hanem inkább a legkegyetlenebb személye az alvilágnak, mert ugyanebben az időszakban egyébként nagyon közel is hozzá, például ott Lőrincen, akkor volt is egy
egy komolyabb banda a Lőrinci kocsmába gyülekeztek, és egy Ladányi Attila, Maki Bece nevű bűnöző, az már akkor is tanította a fiatal betörőket, akik azóta olajozás miatt, meg kecskeméti maffia per miatt egyébként is ismerősek lehetnek a Portiknak a szellemi apukái. Már akkor megtanította nekik, hogy a forint a földön van, csak le kell érte hajolni, nem kell erőszakhoz folyamodni. Tehát ilyen értelemben is jelentős a sós személye. Plusz az nagyon lényeges, hogy ebben az időszakban rendőrgyilkosság nem volt. Az utolsó, ezt megelőzően, az utolsó az még a Hekus Dönci nevéhez, a Mészáros István fodrász segédnek az ügye, ami ugye 1947-es, aki egy kicsit ilyen viszkis jelleggel dolgozott, ugyanúgy meg is szökött, de a Sósnak a karaktere azért is fontos, mert ilyen típusú rendőrgyilkosság, ami szándékos emberölés, tehát nem egy véletlen baleset áldozatává vált, olyan eleddig a szocialista időszakban nem volt, és az a Pataki Károly, akit említettem, a 68-as ügy, az meg ugye nem is derült ki, azért, mert abban az esetben az elvtársak jobbnak látták egy picit süllyeszteni a történetet, mert nagy esélyét látták annak, hogy a fickó a lábával szavazott, és inkább disszidálásra gyanakodtak, mint sem arra, hogy bűncselekmény áldozata lett volna. Egyébként itt a Gyulai Károlynál is először ez volt a koncept, de később, hála jó Istennek, a szakma győzött, és ezért tudtak sikeresen felderíteni az egész ügycsoportot. Most nem látom Zolit, te hallasz engem, Zoli? Én? Most talán nem annyira. Mindenesetre Zoli könyvében óriási a kontraszt a rendőri jelenlét között. Már ami a sósgyilkosságok kontra ugye a Kozák Edit ellen elkövetett gyilkossággal kapcsolatban. Ez reális, Tamás, szerinted, hogy azért, mert ott meghalt egy rendőr, vagy esetleg sejtették, hogy több gyilkosságot is elkövetett ez a csoport, hogy ezért jóval több rendőr és detektív dolgozott azon az ügyön, mint ezen? Ez teljes mértékben. Ez a pregnánsabb bizonyítéka annak, hogy sajnos ez a mai napig is így van, hogy alapvetően nem csak a hatáskör illetékesség, tehát nem csak az befolyásolja, hogy éppen az adott bűncselekménynek milyen a tárgyi súlya büntetőjogilag, hanem az is befolyásolja, hogy hirtelen akkor mekkora média publicitást vált ki, milyen hatást gyakorol egyébként az emberekre, és ezért lehet azt mondani, hogy az ő ügye, már mint a Sósé, az egyrészt egy országos koordinációt igényelt, másrészt pedig az összes megyei kapitányságon még egyébként mondhatjuk, hogy a lőtéri kutyát is befogták azért, hogy információhoz jussanak. Ilyenkor klasszikusan az történik, ebben sajnos, mint egy Szentendre is Kanzen hagyományőrzőek vagyunk, hogy ha nyomják a szervezetet kívülről, akkor tolja maga elé, és rettenetes nagy mennyiségben hirtelen akar nagyon sok információt beszerezni, és minden, mint a mozaik hírszerzés alapon, mindenről, ami adott esetben nem is releváns, de keletkeztetjük az információt, keletkeztetjük az anyagokat, folyamatosan pörgetjük, és ilyenkor szokott az a veszély lenni, hogy ennek lesz egy akkora túlsúlya, eléri azt a holtpontot, amikor már nem lehet benne szortírozni rendesen és rendszerezni. Úgyhogy ilyen szempontból itt egy szerencsés összeállás volt, hogy ebben a konkrét esetben ez átfordult, és a másik az pedig is nagyon gyakori, ezt mi egy korábbi tangós adásunkban, például a Kovács Lajos nyomozóval is éppen arról beszéltünk, hogy volt olyan, amikor egy nagy jelentőségű ügyben mindenki nyomozott, és ő mellette például egy egyébként, mondhatjuk, hogy sokkal egyszerűbb vagy köznapibb indulati bűncselekményben kellett, hogy dolgozzon, és igazából picit ilyenkor azok a nyomozók, azok a csoportok, mondhatjuk, hogy magukra is vannak hagyva, vagy kevesebb lehetőségük van arra, hogy mondjuk
kollégákat meg tudjanak kérni arra, hogy segítsenek házkutatásba vagy tanúkutatásba. Én közben eltűntem a képernyőről egy pillanatra, ez valószínűleg büntetés volt a sorstól, azért, mert hogy Gyulai főtörzsölmester helyett Hunyadi főtörzsölmestert mondtam, de tudjátok, ez meg egy karakter, ugye egy tévésorozatból, és milyen fura, hogy néha már a fiktív dolgok ugranak be az embernek, mert hogy azt hisszük el, hogy az az igaz. Szóval Gyulai Károly főtörzsölmesterről van szó, így van, de ha már igen, fikció és valóság, ezt többen megkérdezték tőlem, hogy miért szerepel ez a dolog a regényben. Hát igazából nem visz előre, nem mozdít előre semmit, de hát egyszerűen azt akartam, hogy legyen benne ilyen szinten valami történelmi hitelesség, és hogyha van benne egy valós büntény, akkor talán a két fiktív büntény is egy picikét valósabbnak tűnik. Nyilván nem fogja elhinni ettől még az olvasó, de egy picit a fikció is valóságosabbnak tűnik akkor a történetben, hogyha ezzel párhuzamba állítjuk. Van jó néhány emblematikus szereplő ebben a könyvben. Egy kicsit mesélj, légy szíves, a szereplőkről, Zoli. Hát mindenek előtt gondolom, hogy a két főhősre gondolsz. Ugye Adorján Máté, ő egy 32 éves fiatalember, aki diplomata családban nőtt föl, ezért egy szélesebb látókörű ember, tehát azért kicsit a körülötte létező szocializmusnál tovább lát, hiszen Algériában születik, aztán pedig ott dolgozik a követség az apukája, majd nagykövet lesz az apukája Párizsban, és ugye Párizsban jár középiskolába, élete szerelmével is ott ismerkedik meg, egy félig arab, félig francia lánya a Kahinával, akiből aztán sikeres festőművész lesz, és azután hazatér Magyarországra, és itthon jár rendőrtiszti főiskolára, és nyomozó lesz, mi pedig azért lesz nyomozó, mert az édesapja a legjobb barátja, egykori harcostársa még a kommunista mozgalomból, meg a második világháborúból is, az marosi főkapitány, tehát az a rendőrtiszt, aki végül Budapest, illetve bocsánat, az ORFK, tehát az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője lesz. És itt ugye van még egy kis magánéleti szál is, hogy a két férfi, tehát Adorján Máté édesapja, a nagykövet, illetve Marosi Kálmán, a rendőrparancsnok a legjobb barátja, valaha egy nőbe voltak szerelmesek, és ő végül is a nagykövethez ment hozzá, és Máté anyukája lett, Marosi Kálmán pedig nem is nősül meg soha többé. Tehát ő érzi, hogy át kell engednie ezt a nőt a legjobb barátjának, mert hát így alakult, őt választotta, de soha mindenkit hozzámér, és soha többé nem felel meg neki senki, de emiatt ugye ő atyai érzelmeket táplál valahol a Máté iránt. Ez nagyon fontos, nem csak a főnöke, hanem így fiának is tekinti. A másik fontos karakter, ugye Lendvai Laura személye. Itt próbáltam tulajdonképpen a szomszédos vállalati üdülőből keresni valakit a sztorihoz, és így jutott eszembe az, hogy özvegy édesanyjával, mert hogy az édesapja egy nagyon híres nyomozó volt, a fiatalon meghalt. Az özvegy édesanyjával a szomszédos vállalati üdülőben nyaral Lendvai Laura, aki utolsó éves vagy utolsó év előtt álló orvostanhallgató, és hát a pszichiátriával akar foglalkozni, és az apjától hallja először azt, hogy Amerikában már a szárnyait bontogatja egy új módszer a kriminalisztikában, amit profilalkotásnak neveznek, és hogy voltak már olyan gyilkosok, legfőképpen sorozatgyilkosok, akik ellen ezt sikerrel vetették be, és emiatt buktak le. És hát ő úgy dönt, hogy ebben benne van az orvos lét is, ugye a pszichiáter, és benne van a nyomozói lét is, ami meg az édesapja volt, meg hát megszállott krimirajongó Ádán Ed McBain kötetekkel a hóna alatt, meg a táskájában látjuk, napozás közben is azt olvassa a parton, az éppen 79-ben az Albatros sorozatban megjelent Lidérsz nyomást, és hát ő szerelmes Mátéban már gimnazista kora óta, ugye messziről nézi a jóképű fiatal nyomozót, az apja beosztottját, és hát szerencsétlenkedik, ott mindenféle hülye helyzetbe keveredik, égeti magát ugye a múltban, és hát most pedig alkalom nyílik arra, hogy itt sok-sok év után találkozzanak, és ugye elindul közöttük valami, ezt látjuk, hogy elindul közöttük valami. Hát egyébként a többi karakter, nyilván a marosi főkapitány is egy fontos karakter ebben a történetben, azért tudni kell, hogy magyarul mindenki úgy jut magasra ebben a rendszerben, hogyha maga a párt emeli fel, tehát ez egy jó kádernek kellett lenni ahhoz, hogy a helyét, de ez nem zárja ki azt, hogy megtalálja valaki a helyét, meg hát van egy ilyen érdekes ellentét a vidéki meg a budapesti nyomozók között is, ami talán szintén előjön ebben a történetben. A Bogdán hadnagy is egy érdekes karakter, aki Mátéval együtt nyomoz, és ő egy ilyen ellenzéki beállított
bizottságú figura, és hát néha tesz ilyen kijelentéseket, és akkor a Máté pedig ugye a maga bölcsességével, akivel kicsit többet látott a világból, és ő maga sem érti, hogy miért nincsenek itt szabad választások, meg ilyenek. Ezért hát sok-sok dologban föl tudja nyitni a szemét, vagy beszélgetni. Vele megjelenik egy érdekes orvos figura, az Árpi bácsi Debrecenből, aki a Szabad Európa Rádiót hallgatja titokban mindig oda-haza. Szóval mindenkihez van egy ilyen aranyos kis adalék természetesen, nem tudom, kikre vagytok még kíváncsiak, de utána ők a legfőbb karakterek. És hát ami érdekes, bocsánat, még egy fél mondatra, hogy én Mátét szántam főszereplőnek alapvetően, de aztán valahogy, amikor írtam egyszer csak úgy számomra a Laura egy még inkább kézzelfogható, vagy izgalmasabb figura lett. Lehet, hogy ezen nincs így az olvasó feltétlen, vagy ti se így vagytok, de tulajdonképpen én Laurát jobban megszerettem ebben a történetben. Neki köszönhetően mozdul előre a történet, azért sok szám. Hát így katalizátor is, persze, a maga ilyen önfejű, csökönyös, meg cinikus módján, meg pikírt módján. Igen, egy nagyon, nagyon érdekes csaj, aki mindenki megbánt, mindig azt mondja, amire gondol, mindenkivel belegyalog, egyedül a Mátéval szemben nem működik ez a dolog. De hát miért? Hát ezt hívják ugye szerelemnek. A profilalkotásra visszatérve, Tamás, ugye 79-ben ez még nálunk nem működött, azóta hogy alakult Magyarországon a bűnügyi profilkészítés? Hát alapvetően Magyarországon a profilozás, mint tevékenység a rendőrség berkeiben 1999-től létezik, illetve működik. Akkor pedig még az ORFK-n az elemző értékelők csináltak egy olyan csoportot és egy olyan tudásanyagot hoztak létre, amivel elmozdultak az alapvetően két típusú profilozás közül a szociológiai típusú felé, a másik a pszichológiai jellegű. Ugye az, amit a könyvben látunk és olvashatunk a Laura érdeklődés miatt, a Douglasék, a John Douglaséknek az FBI-os meg a James Brassel, így van. Igen, meg így van. Amik alapvetően a pszichológiai erősítik, illetve hát annak a kialakítására szolgált. Nálunk Magyarországon ez azért volt teljesen más, mert alapvetően egy kis ország vagyunk, és talán így furcsán fog hangzani, de nem tud olyan mintán működni a pszichológiai, mint a szociológiai, tehát a társadalmi háttér és a vagyoni helyzetből való deriválások, azoknak sokkal nagyobb a rátája, a nagyobb valószínűséggel tud helyzetbe hozni ügyeket és nyomozókat, de nyilvánvalóan ez egy fontos narratíva és fikciós elem, amiben nyilván mi nem is, hogy elmaradottak voltunk, hanem olyan értelemben mi még azzal küzdöttünk, például a Sós Lajos ügye volt az egyik első, ahol például a Pataki Károlyt, a már említett pénzügyőrt, az például szuperimpozíciós technikával egyáltalán a koponyájának a rekonstrukciójával lehetett azonosítani, hogy ő volt az az egykori elhalálozott pénzügyőr, és alapvetően a rejtett emberöléseknek a egyáltalán a kérdése, problematikája volt az, ami inkább foglalkoztatta az életes kollégákat, nyomozókat, mert nagyon sok olyan bűncselekmény volt, amiben a beállított helyszín volt, szerintem a hallgatóság számára ismerős, ugye ez a klasszikus kalambós helyzet, tehát egy olyan beállított helyszín, ami csak látszólag színleg tűnik öngyilkosságnak, vagy valamilyen más akár indulati cselekménynek, de a valóságban egy tervezettség van mögötte, és ezeket a rejtett emberöléseket egyébként ugyanígy, ahogy a könyvben is látható, meg ahogy most mondta is a Zoli, a vidéki orvosi egyetemeknek a patológiáján, igazságügyi bonctani intézeteiben dolgozó kutatók, szakértők, hát segítették elő, még inkább megpróbálták egyetlen tematizálni. Tehát az áramjegy, mint ahol ugye, ha például 220-szal megcsapták az áldozatot, az is egy ugyanilyen dolog volt, hogy fel lehessen azt ismerni. A másik ugye a zsinegelés, amivel el lehet különíteni a látszólagos öngyilkosságot
a valójában egyébként folytásos emberöléstől. Tehát azt mondhatnánk, hogy igazából ebben az időszakban a forenzikus tudásformáknak a beszerzése volt a lényeges, és azoknak egyáltalán a rendszerezése, és aztán csak sokkal később jön nálunk ilyen szempontból a profilozásra, csak sokkal később kerülhet sor, és ezért azt lehet mondani, hogy minden ilyen személy, mint a Laura, az nyilván egy kiszögellés, vagy egy ilyen érdekes többlet, aminek az nyilván a hitelességét annyi még erősítheti, hogy a legtöbbször amúgy a nyomozók a legérdekesebb emberfajták, tehát azért már ekkor is volt olyan, aki sajátos görbeutakkal lett rendőr, és aztán nyomozó, és ilyen szempontból az absztraháló képesség, meg az adaptivitás az nagyon fontos, és tényleg énektanártól latin tanáron át egészen a népnevelői bezárólag nagyon sok felől jönnek, és tevődik össze az a nyomozói réteg, amit a könyvben is megismerünk. Zoli, van már, ami így a könyvhöz kapcsolódik, valami hozzáfűzni valót? Itt az elején Laura ugye a kapusi doktornak, a debreceni orvosnak elmesél két történet, ebből csak az egyiket, tehát tényleg volt egy bombagyáros New Yorkban, aki állandóan robbantgatott, és több mint egy évtizeden át félelemben tartotta a New Yorkiakat, és egy James Brussell nevű pszichiáter olyan pontos képet alkotott a férfiról, hogy még az öltözetét is leírta, és valóban abban a két soros öltönyben fogták el a rendőrök végül Metezkit, a bombagyárost, amit ő leírt, és azt írta talán, hogy a két nővérével lakik együtt egy háztartásban, egyben az egyetlen egy dologban tévedett, de csak egy nagyon picit, mert hogy az édesanyjával meg a nővérével lakott együtt. Tehát a világon mindent föltárt róla, és megmutatott róla. Tehát elképesztő teljesítmény volt. Magyarországon meg tényleg csak majd a 90-es években kezdődik ez a dolog el. Ezért gondoltam arra, hogy hát a történet fiktív, de miért ne lehetne 79-ben tulajdonképpen a magyarországi profilozás megteremtője lenne, vagy Laura. Szuper. Most egy könyvről beszélgettünk, ez a Véres Balaton, de valójában egy trilógiáról beszélünk, aminek a második része már készen van, tudomásom szerint. Igen, teljesen készen van a kézirat. A harmadik előkészületben, és a második részről egy kicsit, ha mesélnéd, illetve hogy mikor jelenik meg, mikor vehetjük kézbe. Hát nagyon röviden a második részről, Inge és Gerda a címe, ez nem olyan hatásos talán, mint a Véres Balaton, de hát ez mondjuk egyelő munkacím, bár én szeretném, ha ezzel a címmel jelenne meg, majd oda kell írni, hogy a Véres Balaton trilógia második része, vagy a Véres Balaton szerzőjének újabb nagy sikerű regénye. Szóval Inge és Gerda, ez ugye két német lány név, női név, két NDK-s lány, akkor még volt Német Demokratikus Köztársaság, meg Német Szövetség összesen, két Németország volt, a szocialista Németországból két lány autóstoppal a Balatonra érkezik, megismerkedik egy magyar fiatalokból álló társasággal, akik gazdagok, egy villában vannak, a szüleik villájában, egyébként a Ménesi úton laknak Budán, tehát egy ilyen szocialista elit tagjaival, és már akkor piros Mercedes-szel járnak. És a lányok, mondjuk ez is egy érdekes dolog, hogy ők mindketten Karmastadból, egy lakótelepről indultak el, nagyon átlagos szülőgyerekként, és eljönnek Magyarországra, és azt látják, hogy úristen, itt emberek élhetnek így is, nem mindenki nyilván, de hogy egyáltalán lehet így élni. És megbeszélik azt, a pestiek hamarabb hazamennek Pestre, pár nappal utánuk indulnak majd el a fővárosba a lányok, szintén autóstopp a Balatonról, de aztán valahol útközben nyomuk vész, tehát sohasem érkeznek meg. Ez tulajdonképpen az alapsztori. És ugye itt is Laurát látjuk az egyik nyomozóként, illetve Adorján Máté főhadnagyot és Bogdán főhadnagyot, mert a sikeres nyomozás után már főhadnaggyá léptetik elő a Véres Balaton után őket. Laura pedig éppen végez már, tehát ugye eltérik egy év, végez az egyetemen, és Lipótmezőn az Elmegyógyintézetben kezd el dolgozni, ahol van egy ápoltja, a Margitka, aki valaha biológia tanár volt, de kissé megőrült, bekattant, és most már nem is nagyon látogatják a gyerekei sem. És ő időnként ilyen homályosan valami szellemnek az üzeneteit közvetít a nyomozó felé. Tehát kérdezi Laurát, hogy az a jóképű nyomozó, az a maga pasia, és hogy egy szellem üzen neki. És akkor olyan dolgokat mond el, tudom, a germán istenek síratják gyermekeiket, szőke és barna.
úristen, ez hülye, mi lehet ez? De aztán kiderül, hogy mindennek értelme van. Tehát egy ilyen kis misztikus szállat is bevittem a történetbe, homályosan üzem, mint Pütia, ugye annak ide a delfali Jósdában, és nem értjük, hogy honnan tudhat a lányok eltűnéséről, honnan tud ilyen tuti dolgokat mondani, és hát a végén majd néhány dolog kiderül, hogy honnan nem misztikus a megoldás, mert nem hiszek ezekben a dolgok. Tehát minden szépen majd a történetben a helyére kerül. Szerintem egy hallatlanul izgalmas történet, kb. 5 felől indul el különböző karakterekkel. Egy kórházi liftben 2 50-es nő találkozik, és barátságot kötnek, mert mindkettőjük férjét ott tápolják. Mi közük lesz egyáltalán nekik ez a történethez, fogalmus is, de egyszer csak majd minden a helyére kerül. És hát NDK-ban meg keményebb a dolog, mint nálunk, ugye ott a Stázi, meg ez, hogy az egy más világ volt, az is fölmerül, hogy lehet, hogy diszidálni akartak innen a lányok. Na mindegy, ez egy rendkívül, szerintem egy rendkívül izgalmas és érdekes történet lesz. És a harmadik részről meg csak, tényleg csak 3 mondatot, nem húzom az időt. Ott pedig a 81-ben novemberben átadják a Fórum szállót, a Magyarország első külföldi tőkéből megépült szállóját, a nagy büszkeséget a Duna parton, és szilveszterkor rendeznek ott egy bulit, sok-sok külföldi ugye, üzletember, meg gazdagember részvételével, és ott történik egy gyilkosság. Ráadásul, mint kiderül majd az áldozat, az Aeroflot szovjet légitársaság irodájában dolgozó, hát félig magyar, félig észt származású lány, és ez elvezet bennük egy kicsit az észt felszabadítási mód, vagy függetlenségi mozgalomhoz is. Ugye azt tudjuk, hogy a Molotov-Ribbentrop egyezmény után ugye az Észtország, meg a balti államok az oroszokhoz kerülnek, ők orosz barát kormányt hoznak létre, és akkor Tallinnból emigrál az észt kormány Stockholmban, és ők egészen 1992-ig, amikor már okafogyottá válik a dolog, mert szétesik a Szovjetunió, megtörténik a rendszerváltás, ők léteznek, és annyira elismerik őket, hogy számos nyugati országban például konzulátust is fenntarthatnak. Tehát, mint egy ilyen árnyék kormány, egy szabad független kormány Stockholmban, és lehet, hogy ő az ő összekötőjük volt, szóval na, mindegy, vagy mégiscsak magánéleti dolog van a gyilkosság hátterébe, ezt meg fogjuk majd tudni, de ez egy nagyon izgalmas rész benne, és itt az összes észt függetlenségi törekvésről, leginkább egyébként kulturális függetlenség, tehát ők a kultúrájuknál fogva próbáltak meg függetlenek lenni és fönnmaradni. Ugye a Lídia Koidula költőnőjük írt egy gyönyörű himnuszt, egy alternatív észt himnuszt, ez a Észtország apányú földje, gyönyörűségesen szép, ez a mottója egyébként észtül majd a regénynek, és annyi az önéletrajzi vonatkozása, hogy én 89-ben épp Kádár János halálakor, tehát akkor halt meg Ihász Gábor és Kádár János, éppen abban a 3 hétben, amikor én Tallinnban voltam, meg Pernőben, 3 gyönyörű hetet töltöttem el Észtországban, amikor ilyen, hát tudtam, hogy kívül, de egy lemezgyűjtőklub tagjaihoz mentem ki, de aztán kiderült, hogy ők ilyen nagyon harcos forradalmárok, vagy tehát a függetlenségi mozgalomnak a tagjai, és én baromi sokat tanultam akkor tőlük, meg nagyon sokat politizáltunk, és hát ez így módon bekerül majd a regénybe. A második részt mikor várható? Nem beszéltünk erről még, nem akarom a kiadót kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy én igazából, ha ez csak egy javaslat, aztán vagy meghallgatják, vagy nem, hát ha már készen van, kész a kézirat, nem kell rá várni, bármikor hozzáláthatunk a szerkesztéshez, ami maga is azért 2-3 hónap. Én azt szeretném, vagy azt javasolnám, hogy ez karácsony előtt jelenjen meg. De erről nem én döntök természetesen. És biztos, hogy trilógia lesz? Nem. Igen, szóval, hogy egy trilógia az, ugye, az, hát a nevében is benne van, az 3 rész, de hát lehet 4 részes trilógia is, mert ahogy a hadseregben annak idején a alezredes elvtárs mondta, elvtársak alkossanak 3-4 fős triókat, és induljanak az ezred, mit tudom. Szóval, hogy ilyen értelemben lehet, hát úgy lehet 4 rész, hogy ha a regény sikeres lesz, és én remélem, hogy az lesz, meg a kiadó is reméli, de azért nyilván ne ígyunk előre a medve bőrére, de ha igen, és annyira folytatásért kiállt, hogy szeretnének még egy 4. részt, azt úgy lehet megoldani egy trilógia esetében, hogy írnék egy szándékaim szerint egy 0. részt, egy úgynevezett előzményregényt. Ugye Anakin Skywalker gyermekkora, tehát ez olyan, mint a Star Wars-ban, ahol Adorján Máté első sikeres és nagyobb nyomozásának lennénk a tanúi, és hát amikor még él a Laura édesapja, ugye ő a főnöke, Lendvai Őrnagy is együtt nyomoznak, Laura pedig, mint gimnazista lány, föltűnik, és hát folyamatosan szerencsétlenkedik, és égeti magát ebben a történetben, ugye már hogy Plátóján szerelmes a fiúba, aki ezt nyilván észreveszi, de hát akkor még számára azért egy kislány, és hát inkább jókat mulat ezeken az esetlen próbálkozásokon. Hát nagyon várjuk ezeket, remélem, hogy minimum 4 rész lesz, aztán lehet, hogy még több, soha nem mondta, hogy soha. De visszatérve a Véres Balatonhoz, van benne egy látszólag véletlen mellékszál a nyomozás során, hát
ha nem is felgöngyölítenek, de rájönnek, hogy egy nyugat-német kémhálózattal van dolguk. Tamás, ez akkor abban az időszakban mennyire volt reális, vagy mennyire volt jelen így a nyomozók, vagy a rendőrség életében, hogy ilyesmivel szembesüljenek? Hát abszolút jelen volt. Az fontos persze, hogy nálunk ugye az 56-os forradalom után úgy elszervezték az állam védelmet, és onnantól ugye ezt az egészet már egy ilyen állambiztonsági keretrendszerben és főcsoport főnökségekre bontották, és ilyen értelemben, ahogy itt ebben a konkrét történetben is ugye az olyan figurák, mint a Tomás Schneider, ugye ez a nyugat-német kereskedő. Szabó Tamás, ugye? Alias. Igen, így van, egyébként abszolút, ugye ez egy ilyen klasszikus visszatérő, a megtörtént bűnügyek volt egy ilyen sorozat, a Bánkai Lauró meg a Már Gyuláék csinálták, és abban ugye előszeretettel voltak ilyen külföldre szakadt hazánk fiai, akik egy tükörfordítás. Igen, akik politikai menedékjogot kértek és kaptak valamilyen nyugat-európai összegben, és akkor valamilyen ilyen hangzatos, külföldies hangzású névvel jöttek vissza. Noha egyébként általában vagy a Somogyvári Rudolf játszotta, vagy a Bújtor István őket. De igen, ez tényleg így. Mindazonáltal ez egy fontos dolog, hogy ilyenekkel gyakorta találkoztak, és például ez a karakter is, tehát itt a kereskedő karaktere az annyiban bűnügyi jelentőségű, ameddig az Opel Commodore hol áll meg, hol parkol le, ameddig egyébként a feltűnő költekezés itt nálunk hazánkban annak van olyan lehetősége, vagy megvan annak valamilyen gyanúja, hogy például itt arannyal, akár műkincsekkel, műtárgyakkal, vagy bármi más értéktárgyal, seftel, nem beszélve persze arról, hogy egy sajátos jutalékkezelési rendszerben már az akkori külkereskedelmi vállalatoknak az ügynökei, meg középvezetői is sefteltek ilyen nyugati kereskedőkkel. Mert hát ipari titkok is kiszínálják. Abszolút, tehát a Videotonnál ugye itt egy konkrét esetben valóban ez elő is fordult, mert valóban kokomlistás dolgokat azokat rajtunk keresztül lehetett a Szovjetunió belül vinni, bár egyébként az is nyilván vicces, hogy például olyan fantasztikus szakemberek, mint Vaszlavi Gazember László, akire még lehet, hogy emlékeznek néhányan, akire még a Fábri is azt mondta, hogy egykor Boniem rajongó volt. Ő például a Videotonnál dolgozott, és azért az számára is kiderült, hogy nálunk valódi ilyen, tehát nálunk nem annyira a klasszikus haditkok, illetve tipikus kémkedési ügyek voltak, mint inkább magyar emberek, akik egy picit szerették volna a saját jelentőségüket, saját szerepüket nagyobbnak mutatni, és így egyébként lehetőség szerint akár a CIA-n, akár a nyugat-német közszolgálaton keresztül egy érvényes vízummal bejutni az álmok földjére, Amerikába, vagy bárhova máshova. Tehát igazából az a része, amikor már ez egy kémhálózat, amikor már itt arról beszélünk, hogy operatív tevékenység során kiderül az, hogy itt akár az állam biztonságát fenyegeti, ez legalábbis az államhatalom számára, akkor mindig levették a bűnügyeseket. És alapvetően ez egy nagyon kettős megosztás volt. Ezek alapvetően a cégen belül a két rész az nem is nagyon szerette egymást. Ez az alvilágra is jellemző volt, hogy azokat a nyomozókat, akik megpróbálták akkori betörőket, futtatókat, vagy akár neppereket fölrugdosni, akkor előfordult, hogy egy ilyen hipiselés, egy ilyen házkutatás során az államvédelem megkopogtatta halkan az egyikük vállát, és miközben ott ők lázasan tevékenykedtek volna, egy papírt nyomott az orruk alá, mint a Szökevény című film elején a Tommy Lee Jonesnak a kollégái, hogy itt átvesszük a nyomozást, és ebből a szempontból ez azért is lényeges, mert így nem is csorgott vissza információ, tehát alapvetően ilyen silóhatásról beszélhetünk, két párhuzamosan folyó világ volt, és ezek egymással nem is beszélgettek, egészen annyira egyébként, csak hogy azzal még itt
megpróbáljak egy fun fact-tel lezárni, hogy volt olyan, amikor nekem interjú alanyom mesélte, hogy az állambiztonság csinálta, ő tudta a betörést például, és rosszul is csinálták, mert belülről már rég bent voltak, mert perhaknival bejutottak, és belülről csinálták a feszítés nyomot kifelé, amiből egyébként egy rutinos helyszínelő rögtön látta, hogy hát ez értelmetlen ez a betörés. Nyilván ezzel akarták elfedni azt, hogy mondjuk például egy IBUSZ lakásban egy ilyen német kereskedő, vagy bármilyen más számukra releváns embernek a lakását be kéne technikázni, vagy tőle el kéne szedni valami anyagot. És volt ilyen interjú alanyom, aki átballagott ilyenkor, még a Deák téren volt ugye a BRK, átballagott a harmadik emeletre, és próbálta jelezni nekik, hogy legközelebb szóljatok, fiúk, hogyha ha csináltok ilyet, mert akkor azt nem úgy nyomozzuk le. Tehát ha megosztjátok azt velünk, akkor nem csinálunk fölösleges munkát. Nyilvánvalóan soha nem szóltak a későbbiekbe se, hanem inkább csak kölcsönösen távolságtartással és maliciózus mondatokkal tudták egymást üdvözölni. A hónap könyvéről Zajácz D. Zoltán Véres Balaton című regényéről beszélgettünk az elmúlt 50 percben. A holnap délutánodról is gondoskodtunk, Zoli, mert 3 és 5 között dedikálsz a Volton, aki nem tudja ezt a szolgáltatást igénybe venni, a lira.hu weboldalon szintén megrendelheti a dedikált példányt, úgyhogy holnap 3 és 5 között a Volton mindenkit várunk szeretettel. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy ilyen jót tudtunk beszélgetni. Én ezt egészen őszintén még elhallgatnám napokig. Rengeteg témát fel lehet nevenni. Nagyon izgalmas világ, úgyhogy nem is csodálom, hogy egy krimit választottál, mint műfajt, Zoli. Nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm szépen nektek. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Szép estét viszontlátásra. Köszönjük a figyelmet mindenkinek. Köszönjük szépen.